Krisztián, szerinted le tudjuk verni a verhetetlen batakat? Szerintem biztos nem tudjuk levenni a verhetetlen batakat, mert verhetetlen... Szerintem simán le tudjuk győzni a verhetetlen batakat. Ugyanis a verhetetlen batak nem mindig verhetetlenek, hogyha... Te vagy verhetetlen Johnny! Ja, de nem, mert akkor te vagy a verhetetlen leverő Johnny, akkor nem... Let's go! Na hello srácok, ez itt egy újabb forzás videó! Let's go! Már egy csomó ideje nem volt, úgyhogy... Úgyhogy ja, most van! Úgyhogy most van, ja, és tök jó végre megint autókkal versenyezni, meg ilyen kamionokkal. A ja. Tankpool 24 kamionnal. Tankpool! És ebben a videóban srácok, nem más fogunk csinálni, mint verhetetlen batakkal fogunk versenyezni. Úgyhogy nézzük is meg a beállításokat, át is állítom a nehézséget, verhetetlenné. Hát én profiba vagyok alapvetően, de a verhetetlen az kb. Háromszor olyan erős, mint a profi, szóval... Hát ja, hát az a második legnehezebb fokozat a profi, de mégis sokkal nehezebb a verhetetlen. Úgyhogy, let's go, megpróbáljuk. Még sose mentünk verhetetlenbe. Ja, de hát, dehogy nem, hát szoktunk menni néha, mert van szoktunk menni, mert ez a fesztivál, mert ez a fesztivál esemény listában, ez a 10 pontos, ez itt, minden héten van ilyen challenge, és ezt mindig meg szoktuk csinálni a Krisztiánnal, és itt verhetetlen botok ellen kell versenyezni. De az ilyen co-op-ba van ugye az a verseny, és az... Hát az sokkal könnyebb, mert mások is jönnek velünk, és akik ilyen nagyon profik, meg minden. Ja, hát mi is nagyon profik vagyunk amúgy. És hát egységben az erő, és többen nyilván könnyebben le tudunk győzni verhetetlen botokat, de ketten vajon sikerülni fog ez itt a kérdés. Úgyhogy Krisztián, szerintem kezdjünk is bele, és próbáljunk meg egy ilyen gyengébb autóval legyőzni egy verhetetlen botokat. Mit szólsz először? Először ilyen OP kocsival kéne. Szerintem pont, hogy nem. Szerintem pont, hogy a C-sel. Igen, jó. Ja, mármint, ja, hogy úgy. Ja, értem. Oké, és persze. Jó, akkor egy C-s kocsit válasz ki, és menjünk. Okay. És hogyha nagyon nem megy, akkor majd ilyen taktikákat beletünk. Ja, büntető, ja, ja. Fékezés, hát meg ilyenek. Vagy a Chihuahua pálya, az jó lesz? Vagy hát mit? Felőlem. Tudom én, valami tök mindegy, menjünk valamivel. A Los Jardines pályára menjünk. Oké. Már egy csomó ideje nem voltam belépve, már azt tudom, hogy milyen autókat hoztak be itt a... És én azt tudom már, hogy kell játszani. Ja, most már én is rég játszottam. Már el vagyok szokva tőle, na nem baj. Los Jardines pálya, nézzük meg ezt. És akkor valami C-s kocsit keresek. Nyilván tuningoltal menjünk, nem? Hát, mit tudom én. Vagy valami csak random, tök mindegy. Az a lényeg, hogy le tudjuk verni a verhetetlen botokat, ami kizárt dolog, mert a verhetetlen botokat nem lehet leverni, mert azért verhetetlen a neve. Ja, igaz. Jövök ezzel a Honda Civic Type R-rel. Mondjuk ez ajánlott kocsi, nézzük meg. Let's go! Na, várakozunk a Krisztiánra. Te is nagyjából egy olyan 550-es kocsival legyen, nem tudom, hogy te milyen 550, jó. Túl sok választási lehetőségem nincs, olyan Volkswagen Corradomban. Csak. 533-as. Na, az jó lesz. Az jó lesz. Hú, na kíváncsi leszek, hogy egy tuningolatlan C-s kocsival le tudjuk verni a verhetetleneket. Hát valószínűleg nem, de... Hát azért is az a neve, hogy verhetetlen, mert hát verhetetlen az nem lehet leverni. Ja, Krisztián, megvan a taktikám. Hát nem leverni kell, mert hát verhetetlen, hanem legyőzni, mert hát nem győz, ja. Legyőzhetetlen, hanem verhetetlen. Tehát nem leverni, hanem legyőzni. Ó, azt, te még mindig Batman vagy? Ezt én folyamatosan én vagyok a Batman, ma megbeszéltük ezerszer. Let's go, Chris! Minden eldől. Jó, ez azért annyira nem nagy durranás most, szerintem nem olyan nagy. Na, gyerünk! Verhetetlen bot! Vigyázzatok magatokra, mert jövünk! Ú, már tette olyan Honda Civic. Azt a de jó, megyek! Let's go! Hú, hát ez úgy legyorsul, mint szar. Ezek verhetetlen botok. De a verhetetlen botnak attól még, mert verhetetlen a bot, attól nem kéne jobb kocsia legyen. Hát gyorsulni nem is gyorsul jobban, csak tökéletesen veszi a kanyarokat tulajdonképpen. Ja, mint én. Na, hát az első, az már úgy el van húzva, mint az állat. Nyugi, behozom. Egész jól megyek amúgy, az képest. Ja. Aha, hát nyerésre állunk, de amúgy az lenne az igazi verhetetlen bot ellen nyerés, hogy ugye elsők, hogy elsők leszünk, nyilván. Hát ez így, ja, az a baj, hogyha harmadikak meg ötödikek leszünk, hát az nem igazi nyerés. Mondjuk ez pont jó pálya, mert ez, hát mondjuk nem tudom a verhetetlen botok hogy veszik azt a kanyart, de van ez a kanyar, így tudod, hogy ilyen, ja. Hogy a botoknak nagyon jaj. Nehéz. Na, nagyon jó bevett, tehát szinte nem is tudtam, sőt, szinte ő előzött rajtam. Igen. Ja.
Jó, én hoztam, úgyhogy nekem jó ment. Én inkább ezeken a hosszú kanyarokon taghazni rajtuk. Amúgy itt már ki lehet használni, hogy lepattansz a falról, mert amúgy lehet úgy is hozni. Igen, most srácok, ezt úgy nézzétek, hogy mi azért elég profik vagyunk már ebben a játékban, és ahhoz képest nem nagyon tudunk ezekkel mit kezdeni. Ja. Mert például profiba az a második legnehezebb nehézség, hát szerintem olyan elsők lennénk mind a ketten, mint a szél. Hát igen. Hát ez nagyon jó, ez a kacsi, ez a Honda Civic. Figyeld, azt hozz rajtam itt a béna. Mögöttem. Húzz előlem! Let's go, gyerünk! Itt mindig hozok rajtuk egy keveset. Ebben a kanyarban, nem tudom, hogy hagy. Lehet, hogy nem is hozok igazából, csak hogy lelassunk és közelebb kerülök. Az is lehetséges. Ja. Á, nagyon jól mennek, Máté! Nagyon jól mennek! Ja, túl nagyon jók! Jók. Nagyon jók, az a baj. Á, nagyon jól mennek, az a baj. Ez szinte lehetetlen, én azt látom. Ja. Hát mondjuk most már egy ideje nem játszottunk, de attól még én egész jól. Hát ez olyan, mint a biciklizés, ezt nagyon nem lehet elfelejteni. A Forza versenyzés. Azt, hogy veszem a kanyarokat, mint egy supermasteri. Hát harmadik lettem, hát az nem a legjobb helyezés, hogy őszinte legyek. De mindegy, hát próbáljuk egy felsőbb osztállyal, és akkor nézzük meg, hogy abba hogy teljesítünk. Ja, én hatodik lettem. Hát nyerni nyertünk, de ugye nem... De az az igazi hát, de nyerés, nem úgy, hogyha nem le... úgy nyertünk. Mert a igazi verhetetlen az az első, az a verhetetlen. Hát igen, mert hát igazából most legyőztek, mert előbb beértek. Na, Krisztián! Mehetünk egy következő versenyre, most as kacsikkal próbáljuk meg szerintem. Oké, és akkor most mennyi valami jó kacsi, valamit szeret? Cooper kanyon sprint, let's go! Hát rengeteg olyan autóm van, amit szeretek, de én tudom, hogy mivel fogok menni. A legkirályabb autó, ami valaha is létezett. V380-as motor. Amúgy nem tudom, milyen motor van benne, mert le is szarom, de... V380-as? Aha. As, és természetesen Mitsubishi Lancer Evo 9, let's go! Ezzel lehetetlen, hogy levernek, mert ezzel nem bír senki leverni, ezzel én vagyok a császár, a király. Hát de az is lehetetlen, hogy te levered őket, mert verhetetlenek. Mert verhetetlenek. Ja, akkor legyőznek. Ja, bocsánat, bocsánat. Na Krisz, te mivel tudsz jönni? Csak ugyanazzal. Igen, mert Lancer. Mert valamiért azt állítottad be, szerintem. Hogy... Hát az nem baj, mert az jó. Nem, ez nem az, ez az Evo 10, ez a tiéd. Tényleg. Azt sem tudod, hogy mi van. Nekem ilyen nincs. De van, mert az nem az én kacsim. Nekem nincs ilyen kacsim. Ajaj, az a baj, hogy ők is ezzel vannak. Ja, csak ezzel. Mindegy, hát így az igazságos végül is, ha belegondol az ember. De nem, ők másfajtával vannak. Nézzük. Nézzük meg, hogy ki győz. Let's go. Let's go. Gyorsuljak gyorsabban, akkor már jó. Hát nem fogsz tudni gyorsabban. De van, amelyik gyorsabban, jobban gyorsul, és van, amelyik meg nem. Én ezzel verhetetlen vagyok. De ez rallis kocsi nekem. Úgyhogy nézzük meg, hogy a verhetetlenek le tudják verni a verhetetlen. Oké, jobban gyorsulok, mint ők. Hú, milyen rottyanós hangja van. Let's go! Ja. Gyerünk, verhetetlen! Aj, francba, nem tudtam kilökni. De ez az, második vagyok, és jobban gyorsulok. Let's go! Let's go, első vagyok! Ez az! Én meg második! Elsik nem kanyarodik, mert ez ralli kocsi. Vigyázz itt, Máté, megy ki lehet csúszni nagyon. Jó, nem csúsztam ki. Hú! Nagyon jó, gyorsul ez a szörnyeteg. Gyerünk, Máté, meg kell tartanunk a helyezést. Vigyázz, Máté, itt le lehet csúszni a hídról. Ez az sikerült. Jó. Ajaj, Krisztián, kicsit lassú, nagy. Itt visszaelőzzenek már az én sarkamban is ott vannak. Jaj, ne, itt ki lehet csúszni, vigyázz. Ne, már itt van. Megadtam. Jaj, ne. Le ne előzzenek! Muszáj nyernünk! Le kell vernünk a verhetetlen batakát! Let's go! 62%-nál tartunk! Nagyon nehezek ezek a kanyarok! Á, nagyon itt vannak rajtunk! Az a baj, hogy ezek tényleg olyan jól vezetnek, hogy beszarás! Jaj, ne! Az a baj, hogy... Nem akarok nagyon lefékezni mindig, mert mert félek, hogy... Hogy akkor leelőznek, mert ugye nincs előttem senki, és nem tudom a tempót, hogy mi a tempó. Tehát ez jó volt. Az igen, lepattant a falról, és jobban, gyorsabban bevetted a kanyart, mint én, ahogy rendszer. Hát igen, csak elvesztettem a spoilerem.
Gyerünk, 84%-nál tartunk. Gyerünk. Még ott van egy nehéz kanyar. Azt kell még tudni bevenni. Gyerünk, Máté. A tökéletes kanyart kell bevennem. Óvatosan. Let's go! Nagyon itt vannak! Nagyon rajtunk vannak! Gyerünk! Yeah! Let's go! What the fuck? Első lettem, ez az! Krisztián! Levertük a verhetetleneket! Azt a nulla pont mindenkinek! Let's go! Let's go! Verhetetlen, begyőztünk! Hát ez lehetetlen, ezt nem hiszem el. Azta. Már csak egyetlen egy kérdés van hátra. A leges-leges legnehezebb versenyzési mód, az az X-es kocsikkal van! Pörgetés! Vajon X-esbe is le tudjuk verni a verhetetleneket? Szerinted, Máté? Szerintem az kizárt van. 1000 CR! Ez az! A X-es sem marha nehéz versenyezni, mert olyan gyorsan kell reagálni, tudod, és aha. Nekik, a botoknak is sokkal gyorsabb a kocsijuk. Gran Pantano sprint. Tökéletes. Szóval megválaszolódott a kérdés egyébként, hogy le tudjuk verni az verhetetlen botokat, mert igen. Mert le tudtuk verni, csak az a kérdés, hogy le tudjuk verni a X-essel. A leggyorsabb verhetetlen botokat. Az a baj, hogy X-essel nekem a Senna van, uh-huh. A Koenigsegg ISK-on, meg a Mosler. Már az a baj, hogy nem tudom, melyiken menjek. Próbáljam meg a Sennát. Hát megpróbáltam. Na jól van. Megpróbáljuk a Sennát. Krisztián. Nekem mik ezek? Koenigsegg ISK-on, Hennessy Venom, meg Rimac Concept 2. Nekem azok vannak. Osta. Megyek a Rimekkel szerintem. Jó. Hát igen, az a baj, hogy itt tényleg most már olyan tökéletesen kell kanyarodni, meg fékezni, meg minden, hogy egyszerűen kiszágulnasz a dizéből, olyan gyorsan akarsz menni a kanyarban. Aztán, és neked ez ilyen villámlásos. Ja, nekem ez villám McQueen-es, úgyhogy... És esik az eső. És esik, ez jó, hát akkor szerintem felejtsük el. Ezt úgy lefognak verni. Na, Krisztián! Ha ezt megnyerjük, akkor megérdemeljük, hogy azt mondják ránk, hogy levertük a verhetetlent. Let's go! Gyerünk! Azaz, jól gyorsulok nagyon! Ú, én meg még jobban. Ja nem, te jaj, bocs, te jobban. Bocs. Gyerünk! Ez az! Le tudom őket gyorsulni, az már jó hír, mert akkor elég tok kerülni, és büntetőfék! Let's go! Én is jól megyek, csak kilöknek, mert az menj! Oké, és megyek! Let's go, elsők vagyunk! Let's go, kilökte a csicskát! Ha-ha! Jaj, ne! Nagyon csúszok! Egyenből egyenesen menni! Lekapattam! Vigyázz, én nagyon jól megyek! Nagyon gyorsan jönnek mögöttünk, Krisz! Jó! Én jövök, vigyázz! Oké, és jó, itt neki meg a falnak! Úgyis jól gyorsulok. Nem hiszem el. Jó. Let's go, menj előre nagyon! Próbálok. Jó, lekapattam itt is falról. Ez az. Azaz, nincs is ennek a saj látókörömben, mi a franc? No! Csalás! Hey! Kihagytam az hiszem el. Nekem kell győznöm. 53%. Ezt nem hiszem el. Azaz, nagyon elől vagyok. Nem szabad hagynom, hogy visszaelőzzenek. Az ő, hogy ez olyan gyors ez a kocsi, hogy szerintem még lehet vissza is tudom előzni. Jó. Ne üvölts már! Frontálisan neki mentem a fának. Nem baj, túl jó, gyors a kocsi. Most már nem fogom tudni őket visszaelőzni. Máté, ott még lesz egy nagyon nehéz kanyar. Itt van mögöttem nagyon. Azt még be kell tudnod venni! Jaj, nagyon ne! Mögöttem nagyon van! Nagyon mögötted van, ezt nem hiszem el! Nekem is mennem kell tudna rendesen, francba. Gyerünk, Máté! Let's go! Ne! Megnyertem! Ez az! Let's go! X-esek ellen! Első! Verhetetleneket levertem X-essel esőben!
azt a harmadik lettem, úgyhogy kihagytam az ászlót. Azt a rohadt. Ez biztos, hogy verhetetlen? Ez verhetetlen volt. Itt van, verhetetlen. Verhetetlen. Ez beszarás. Na menjünk még egy verhetetlen rallit, nézzük meg, hogy a ralliba hogy teljesítünk. Mert ez eddig, hogy őszinte legyek, túl könnyűnek bizalmaskodott. Ja, hát már szerintem nagyon ügyesen tudunk vezetni. Ja, amúgy az is lehet. Vagy az is lehet, hogy lejjebb vitték a nehézségi szinteket, az is lehet. Hát ki tudja. Milyennel menjünk rallit? Hát mit tudom, S2. Egy rallikocsival. Hát S1 mondjuk. Legyen S1, és rallis kocsi, valami rallis S1-es kocsi. A ralli az rohadt nehéz. Hopp, mint például a Ford. Ez a ralli. Bahia út. Igen, ez egy ralli verseny. Igen, ez egy ralli. Nyugi me! Jó na. Van, na. Szerintem... Hé, mi az az S1-900-as ott? Büdös csóró, csáló. Szerinted le tudjuk venni ralliba is őket? Mert szerintem igen. Let's go! Nézzük. Én a sok ordítozástól elment a hangom. Ja, nekem is. Ja, az azt hiszem, hogy te vagy. Hát gyerünk, ezeknél is jobban gyorsulok, csicskák! Csicskák azt vagytok, menj! Mennyivel máshogy kell menni. Ez az, de első vagyok. Kilöbdösnek! Első vagyok, Máté. Csak egy módon lehet megakadályozni, hogy kilöbdössenek. Neked kell kilöbdösni őket! Yeah. Oké! Okay. Gyerünk! Ja, meg se kell, mert leelőztem őket. Na. Mi történik? Hát hogy lehetünk ezért? Hogy lehetünk első? Túl profik vagyunk, Krisz, ez az igazság. Ja, már túl jól játszunk. Ja, pedig már egy éve nem játszottam, vagy hónapok óta nem játszottam ezzel amúgy. Na jó, nem, mikor játszottunk vele utoljára? Én a Trabantban voltam, amikor beléptem. Ja, igen, igen, az a Trabantos videója. Én azóta talán, hát nem tudom, egyszer. Ezóta nem csináltunk streamet, vagy az nem. Az előtte volt? Igen, az előtte volt. Jaj, bacs. ...42%-nál tartunk. Igen. Már nem is számít, Krisztián, hogy le tudjuk várni a verhetetleneket. Tudod, mi számít? Hogy na ki mi? Lesz a nagyobb győztes? Én vagy te? Hogy ki lesz? Már mindjárt visszaelőznek, lehet, hogy mégse. Annyira nagy gond. Vagy mi a franc? Mégsem olyan kicsi a gond. Jaj! Gyerünk, mi visszaelőztek? Ilyen bejön a vagy. Téged is visszaelőztek. Engem ugyan nem. Hát én azért mentem neki a falnak, mert nem akartam, hogy kilökjelek. Ha, én is azt mondanám. Hát ez az igazság, mit mondjuk. Jó van már, persze. Nem vagyok egy hazug ember, én őszinte vagyok. És most megelőztelek. Krisztián, ez túl jó az autó. Nem tudsz versenyezni. A Ford Mustang GT. Milyen Mustang? Mit tudom én, valami Ford barokság. Ford Fizé, Ford Focus. Ford vagy Fiesta. Jonasson. Ford Fiesta, vagy valami. Ford Focus, vagy... Mit tudom én, a baromság neveik vannak ezeknek. Ford az a lényeg. Rosszul vettem a kanyarokat. Ezt nem hiszem el. Let's go! És juhuuu, rallibe is megvertük a verhetetlent, let's go! A győzelem íze! Hát ez mega cringe volt. Nem is. Ezt szív vissza szerintem. Jó. Ez az, levertük a verhetetleneket háromszor is! Mi a franc? Hát ez sose. Én azt hittem, hogy itt szenvedni fogok. Ja, én is azt hittem. Azt közben hogy lezúzt csicskát? Ja, hát túl könnyűek. A verhetetlen az már nekünk egy túl könnyű szint. Kéne nekünk egy külön szintet csinálni, ami a lehetetlen. Azt kéne. És akkor legalább lenne kihívásunk. Az ilyen nincs. 10-ből egyszer talán le tudni, vagy beszélni. Az a szint kéne, az a nehézségi szint, hogy ilyen nincs. És akkor, hogyha te nyersz a versenyen, akkor a Palik László mondja, hogy ilyen nincs! Na, Krisztián, mi a véleményed a verhetetlen botokról? Hát, én nem tudom, nekem én szerintem ezeket legyengítették, vagy tényleg mi ilyen ügyesek vagyunk, az is lehet. Hát, nem tudom, szerintem mind a kettő benne van. Szerintem mert... lehet nem vesszük észre, hogy mi milyen ügyesen játszunk már. Meg amúgy, meg elég sok kocsink is megvan, és a legjobb kocsiaink megvannak, meg ilyen 5 csillagos tuningokat teszünk rá, ami nagyon jó lesz a kocsi, tudod. Hát most már a verhetetlen nem jelent kihívást.
Akkor mi más jelentene? Igazsátok. Ja, hát de amúgy online-ba is jól szoktunk menni, hát ott is mindig. Igen, ott is általában első vagyok, ja, meg ilyenek. Ott is, és ott más horza játékosok ellen játszunk, és ott is elsők vagyunk, ja, csomószor. Úgyhogy tök jó. Na köszi szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha ez a videó tetszett nektek, srácok, akkor nézzétek meg ezeket is, és találkozunk a legközelebbi videóban. Let's go, bye!